Ismét gyermekzsivajtól hangos a Szamosi Nándor sportcsarnok, hiszen idén-nyáron is megszervezte napközis kosártáborát a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia. A táborban a legkisebb előkészítős korosztálytól egészen az U12-esekig vehetnek részt a gyerekek. Az idei év különlegessége, hogy nem csak leigazolt sportolókkal, hanem olyan fiatalokkal is találkozhatunk, akik még csak most ismerkednek a sportággal. A táborban igazából úgy kezdünk, hogy megérkezünk, és reggelivel várnak, de hát ez is jó, meg a elején úgymond ilyen szabad foglalkozás, aztán bemelegítünk, fogócskázunk, kidobózunk, néha gyakoroljuk az ígyszereket. Nagyon kedvesek az edzők, Nóri néni mindig velünk van és segít minket, izgalmas programok vannak, és mindig jók az edzések. És miket csináltok az edzésen? Ügyességi feladatozunk, legtöbbet fogózunk, és néha így meccselünk is. Egy közösen tudunk játszani. És melyik a kedvenc feladatod? Amikor bedobjuk a palánkba a kosárlabdát. Nekem az, amikor bohóckodunk a labdával, és földobjuk és mondjuk tapsolunk alatta. Ez a napközis táborunk, amit minden évben megszervezünk, és minden évben nagy sikere van. Idén 4 héten keresztül történik ez az esemény, a gyerekek nagy létszámmal látogatják ezt. A rengeteg edzés mellett számos más program is van, mint például a hét első felében zászlókészítés volt, illetve tegnap az állatkertbe látogattunk el, és a hét további részében pedig kvízekkel kedveskedünk a gyerekeknek, hogy minél színesebb élményekkel távozzanak ebből a táborból, és hogy szeptemberben mindenképp visszatérjenek hozzánk. A kosárlabda edzések mellett számtalan más program is vár a fiatalokra. A nagy hőség miatt egy nem mindennapi ötlettel álltak elő a szervezők. Vízipisztoly csata lesz délután, és megpróbáltam a legjobb fegyvert elhozni. A jó hangulat garantált az idei táborban is. A szervezők célja, hogy minél több gyermekkel sikerüljön megszerettetni a sportágat, és remélik, hogy szeptemberben többen is csatlakoznak közülük a PVSK csapataihoz.